Köszöntöm Önöket az Álláspontban, ezen a héten igen aktuális témákkal foglalkozunk. Műsorunk második részében a tanévkezdésről lesz szó, és arról is beszélgetünk majd gyermekpszichológus szakértőnkkel, hogy a szülőknek hogyan érdemes kiválasztaniuk az első iskolát. Előtte azonban még a postai szolgáltatásokat érintő változásokkal foglalkozunk. Panulin Ildikó a vendégem, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm én is. Üdvözlöm a nézőket és Önt is. Számos munkafolyamatban igyekszik a Magyar Posta átállni a korszerű digitális online munkafolyamatokra és módszerekre, illetve ügyintézésre, és idén, szeptember 1-től ismét aktuális egy ilyen változás. Pontosan miről van szó? Egy elektronikus kézbesítési rendszert építettünk ki. Előjáróban el kell mondani, hogy az elmúlt években is még rendre olyan 600 millió levél volt évente, és nagyjából 10 éves időtávon is, tehát 10 év múlva is éves szinten 450 millióval számolunk. Ezt azért érdemes tudni, mert hogy sokan azt gondolják, hogy manapság tényleg csak elektronikusan megy a levelezés, és ugyan már ez egy kikopóban lévő műfaj, itt igazából minek kell ezzel foglalkozni, de igenis, tehát azt gondolom, hogy 10 év múlva 450 millió levél per év, az ami mindig foglalkozni kell. Ez egy olyan fejlesztés, amelyet részben egyébként az Európai Unió is támogat, és részben saját forrásból valósult meg, amely a kézbesítést teszik korszerűbbé, ezáltal mind a feladóknak közvetve, aztán majd közvetlenül is pedig a címzetnek is gyorsabbá és biztonságosabbá. Évelejétől már működik a könyvelt levelek életútjának a nyomkövetése, tehát ugyanúgy, mint a csomagok, a leveleknél is, a könyvelt leveleknél tudjuk követni, hogy hol tart az adott levél, milyen szakaszában a feldolgozásnak, illetve a kézbesítésnek. Elvitték a feldolgozóba, kikerült a postára, megkapta a kézbesítő, megpróbálta kivinni, de nem sikerült, és ezért a postán helyezte letétbe, és ott kell átvenni. Tehát ezeket a szakaszokat látjuk. A könyvelt leveleknél az ajánlott küldeményről, a tértivevényes levélről és a hivatalos iratról beszélünk. Ez már gyakorlatilag működik éveleje óta, és maga az elektronikus kézbesítési rendszer az úgy vált teljessé, hogy van több mint 8000 kézbesítő, a több mint 8000 kézbesítő kapott egy elektronikus eszközt a kezébe, amelyen zajlik a kézbesítés, illetve amelyen aláírják például a címzettek az, hogy átvették ezt a levelet. Ugyanis ez a készülék, ez az úgynevezett PDA, ez mint egy ipari mobiltelefon, tehát egy vaskosabb, nagyobb mobiltelefon, ezzel csipogják le a levélen lévő kódot, akár a feldolgozóba, akár pedig a kézbesítők, illetve hogyha aláírják, ezek az események kerülnek be az elektronikus rendszerbe, és így válik a nyomkövetés teljessé. Ez, hogyha jól értem, jelentősen egyszerűsíti a rendszert. Igen, például az, hogyha egy nagy feladó van, mondjuk egy közüzemi feladó, az NKN ZRT, hogyha feladja az összes gázszámlát országosan, akkor ő beküldi a postának elektronikusan az adatokat. Sokkal kisebb a lehetőség arra, hogy akár a szolgáltató részéről, akár a posta részéről hiba legyen, hiszen hogyha elektronikusan érkezik be, akkor nincs olyan emberi tényező, ami befolyásolná ezt. Tehát mi arra számítunk, hogy gördülékenyebbek, hatékonyabbak lesznek a folyamatok, kevesebb lesz az adminisztráció, ami jó a feladóknak, hiszen ez azt jelenti, hogy neki erre kevesebb időt kell fordítania, tehát csökken az erre fordított összeg is. És hát a postának is jó, mert hogy növeli a bizalmat ez a bizonyos hatékonyság és a gyorsaság. Úgyhogy ezért azt gondolom, hogy mindenkinek ez előnyt jelent. És pontosan hogyan tudjuk igénybe venni, tehát milyen online felületen és mit kell kitöltenünk ehhez? A posta.hu oldalon, vagy pedig a Magyar Posta mobil applikációban a nyomkövetésre kell klikkelni. Hogyha ismeri az ember az ajánlott levél küldemény azonosítóját, mint címzett, akkor ő is beírhatja. De mondjuk egy egyszerű esetet figyelembe véve, hogy küldök az édesanyámnak vidékre egy ajánlott levelet, akkor azt mondom, hogy én föladtam, és nézem, hogy mikor fogja ő megkapni, és vajon otthon volt-e, amikor kivitte a postást. De ő akkor fogja, mint címzett tudni, hogyha én megosztom ezt vele. Jelenleg, hogyha mondjuk egy közüzemi feladó felad levelet nekem, akkor én nem fogom tudni, tehát nekem ez csak közvetve jelent most ebben a pillanatban előnyt, azonban erre az elektronikus rendszerre, ami azért tegyük hozzá egy hatalmas rendszer, tehát azért több mint 8000 járás, illetve kézbesítőt bekapcsolni, egy csomó üzemet és mindent, tehát ez egy nagyon összetett informatikai rendszer, erre még építünk további szolgáltatásokat a következő időszakban, így például a címzett az később kaphat, amennyiben ő ezt igényli, kaphat értesítést arról, hogy bárhol bárki ajánlott levelet vagy tértivevényes levelet fölad számára.
Tehát akkor most is, ahogy eddig is, folyamatosak ezek a digitalizációs változások. Így van, tehát ez a levélterületen, ugye a könyvetleveleket érintően, de a következő években a logisztika területén is nagyfokú digitalizálás várható. Szeretnék beszélgetni egy kifejezetten a kerületünket érintő nehézségről is, hogyha nevezhetem nehézségnek. Ez a házszámokat érinti, ugyanis itt voltak változások ezen a területen Rákos mentén. Ez hogyan nehezíti meg a posta, illetve a kézbesítők dolgát? Milyen problémáról van szó pontosan? Mi már csak arról kaptuk az értesítést a helyi postától, az itteni postától, hogy hát van egy kis probléma, mert hogy megváltoztak a házszámok. Két dolog akadályozza igazából a kézbesítést. Egyrészt az, hogy a házszámokat nem feltétlenül jól rakták ki a lakók. Tehát, hogy a régi volt ott, vagy az új is ott volt, vagy nem volt a régi áthúzva, vagy akár volt olyan, mi ilyen fotót is kaptunk, ahol három házszám is szerepelt, és hát ember legyen a talpán, aki el tudja dönteni, hogy vajon akkor most melyik az igazi. De miután itt törzskézbesítő van ezen a területen, ezért nem kellett nagyon szenvedni azon neki, hogy átadja ezeket a bizonyos leveleket. Tehát a kézbesítés gyakorlatilag folyamatos volt, hiszen nagyon sokakat ismert, a terepet is ismerte, úgyhogy ez igazából olyan nagyon nagy nehézséget nem okozott, de azért neki is nagyon oda kellett arra figyelnie, hogy akkor hogyan dobja be ezeket a leveleket, hogyan kézbesíti. Viszont, hogyha azt nézem, hogy például, hogyha helyettesítik, akkor a postásnak az a dolga, hogy címre kézbesítsen. Tehát hiába van ott, hogy Szabó János, nem tudom, ugye Cséplő utca 12, hogyha Szabó János már nem a Cséplő utca 12-ben lakik, hanem mondjuk a 22-ben, akkor a kézbesítőnek kutya kötelessége, hogy címre kézbesítsen, tehát ő a 12-höz viszi. Hogyha ott nincs kiírva, hogy Szabó János itt lakik, akkor neki ezt a levelet vissza kell vinni, hogy nem jó a címzés, és vissza kell küldeni a feladónak. Nagyon sokan nem gondolnak abba bele, hogy ha változik a címük, akkor azt nem csak a lakcímkártyán kell módosítani, hanem bizony a szolgáltatóknál is, azoknál, akikkel ők kapcsolatban állnak, tehát aki gázt, villanyt vagy vizet szolgáltat számára, hiszen neki is tudnia kell az, hogy hol éri el pontosan az ő fogyasztóját. De tovább megyek. Azért, hogyha ne adj Isten valakinek mentőt vagy tűzoltót kell hívnia, akkor azért nagyon fontos. Azt gondolom, és sokkal fontosabb, hogy pontos legyen a cím, és hogy a megfelelő helyen találják meg őket, mert egy levél, hogyha nem érkezik meg, akkor bosszus az ember, és haragszik a postára, de azért azt gondolom, hogy a másik két esetben ez sokkal komolyabb lehet. Akkor mire hívná fel az emberek figyelmét, tehát az ítélők mit tudnak tenni, mik a hivatalos szabályok a házszámokkal kapcsolatban, és hogyha jól értem, akkor a nevünket mindig írjuk ki. Az, hogy mi a jó házszám, az legyen egyértelmű a kapun. Ez az első és legfontosabb, ezzel már gyakorlatilag nagyon sokat segítettek. A másik pedig az, hogy minden olyan szolgáltatónál, amelyel kapcsolatban van, jelentse be. Én azt gondolom, hogy a szolgáltatók most már ezt viszonylag megkönnyítik, tehát nem feltétlenül kell személyesen bemenni, de jelentse be, hogy az ő címe hivatalosan megváltozott, hiszen ezt valószínűleg az önkormányzat rendelte el valamilyen oknál fogva ezt a változást, tehát gyakorlatilag lehet, hogy kapott is értesítést erről a szolgáltató, de ezt nem árt megerősíteni. Úgyhogy ez lenne az a kérésünk, amit meg tud tenni maga az ügyfél, a fogyasztó, hogy ennyit hozzátesz, hogy ő megerősíti, hogy mi a pontos e-mail címe, és ezután már minden gördülékenyen fog tovább menni. Kint kell-e hagyni a régi házszámot? Úgy tudom, hogy bizonyos ideig jó, hogyha kint van, de egy piros vonallal vagy bármivel jelezni kell, hogy ez nem érvényes, tehát át kell húzni. Igen, az a lényeg, hogy egyértelmű legyen. A három házszáma semmiképpen nem jó, de hogyha kettő van ott, akkor legyen egyértelmű, hogy melyik az. Nagyon sok helyen, és most mondjuk nem erről a kerületről beszélek, de nagyon sok helyen az is probléma, hogy egyáltalán házszámot kitegyenek. Legalább abban legyünk beljebb, hogyha már kint van, akkor a jó legyen kint. És az segíthet a kézbesítőknek a zavartalan szolgáltatás érdekében, hogyha a nevünket kiírjuk, vagy az ott élők neveit? A postaládára mindig ki kell írni a nevet, hiszen tényleg címre kézbesítünk, de azért nem mindegy, hogy bedobnak olyat, ami esetleg téves címzéssel került ide, és akkor ő nem tud vele mit kezdeni, maximum visszaviszi a postára, de hogy akkor nem kell egy plusz feladatot így elvállalni, legyen kint, igen, a postaládán legyen kint a nevünk. Ildikó, nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk, és többek között erre is felhívta a nézőink figyelmét. Remélem, hogy a lehető legtöbb lakoshoz elér ez az információ, és akinek esetleg eddig nem volt egyértelmű, az most már érti, hogy mit kell tennie ahhoz, hogy minden levelét zavartalanul megkapja. Köszönjük mi is. Maradjanak velünk, rögtön folytatjuk az álláspontot az iskolakezdés témájával.
Műsorunk második részében az iskola kezdéssel foglalkozunk, ami számos családot érint ebben az időszakban. Rédei Zsuzsanna visszatérő szakértőnk, gyermekpszichológusvel beszélgetek ez alkalommal. Köszöntöm a stúdióban. Köszönöm a meghívást. Milyen tényezők nehezíthetik meg a gyermekek számára az iskolába való átszokást az óvodából? Tulajdonképpen már rögtön az a tényező megnehezíti ezt a folyamatot, hogy az iskola egy teljesen más struktúrában dolgozik, mint az óvoda. Ugye Magyarországon nincs egy átmeneti év, ami sok országban jelen van, hogy egy úgynevezett előkészítő évben tulajdonképpen egy évük áll a gyerekeknek rendelkezésükre ahhoz, hogy átszokjanak egy teljesen más ütemtervbe, napirendre, teljesen más figyelmet igénylő feladatokkal fognak találkozni. Tehát, hogy ez Magyarországon nagyjából van egy nyári szünet, amire nem nagyon tudják felkészíteni a szülők, mert a legtöbb szülő nem üzemeltet otthon iskolát, tehát hogy ez egy ilyen nehéz kihívás lenne. Tehát, hogy maga a struktúra már egy borzasztó nagy kihívás elé állítja a gyerekeket, hogy elköszönök az óvodából, és utána szeptember 1-én, 2-án egy egészen vadidegen környezetbe találják magukat. És ráadásul itt teljesíteni kell, nyugton kell ülni, figyelni kell, bár azért itt még hangsúlyt fektetnek a játékra is a pedagógusok. Igen, jó esetben azért azt látom, hogy a mai első osztályos tanítók erre nagyon figyelnek. De nem lehet ugyanazt a környezetet megteremteni. Tehát rögtön az, hogy egy óvodába, egy óvodai szobába belépve hatalmas tér van, játékok vannak, az asztalok ugye csak egy-két tevékenységre alkalmasak és az étkezésre. Itt a fő, amivel találkoznak, azok asztalok és székek. Tehát egy elég kötött környezetben találják magukat a gyermekek, és a játékra van a legkevesebb térésidő. Ugye óriási dilemma, hogy hogyan választanak a szülők iskolát, milyen szempontokat szoktak általában figyelembe venni, azon kívül, hogy nyilván először azok az intézmények jönnek szóba, amik a lakóhelyhez legközelebb vannak. Én azt gondolom, hogy egy picit ebben átcsúsztunk a ló túloldalára. A szülők nagyon sokszor azt látom, hogy azt gondolják, az iskola választással a gyermekük boldogságát választják meg, és az életét választják meg, és hogy az iskola, amiben ők beiratják, az már determinálni fogja őket arra, hogy nagyon-nagyon sikeresek legyenek az életben. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon rossz hozzáállás és nagyon rossz megközelítés. Az a fajta szülői stressz és már-már pánik hangulat, hogy oda vegyék fel a gyermeket, amit ők kiszemeltek, az igen rossz hatással van a gyermekre. Mert abban az esetben, hogyha ez nem sikerül, akkor az a gyermeknek is egy kudarc, hogy őt oda nem vették fel. Ha pedig sikerül, akkor egy borzasztó nagy teher a gyereknek, hogy itt teljesíteni kell, hogy ide mennyit küzdöttek a szülők, hogy ő bejusson, és hogyha ne adj Isten nem érzi jól magát, ami nem biztos, hogy az iskola hibája. Egyszerűen nem jön össze az a fajta akár módszertan, amivel tanítanak az iskolába, ahhoz a gondolkodásmódhoz, amivel a gyermek rendelkezik, akkor nem fogja merni azt mondani, hogy én itt nem érzem jól magam. Tehát én azt gondolom, hogy az elsődleges szempont az kell, hogy legyen, hogy a legközelebbi intézményeket nézzük meg. Örülünk, hogy van választási lehetőség, de ez a választási lehetőség, ez lehetőleg legyen a gyermeké. Tehát válasszunk ki 2, maximum 3 olyan iskolát, ami szóba jöhet a környékünkön, mert azért felkelteni azért a gyermeket 40 perccel, 1 órával korábban, hogy bejusson a reggeli csúcsforgalomba abban az intézményben, ahova szeretnénk, az nem tesz jót. És hogyha 2-3 iskolát kiválasztottunk, akkor ott van lehetőség a gyermeknek választani egyrészt az iskola, másrészt pedig a tanítónéni közül. És hogyha egy gyermek azt mondja, hogy én az icukanénit szeretném választani, mert neki az icukanéni nagyon szimpatikus, akkor nyugodtak lehetünk, mert az első nehézségnél ő igenis teljesíteni akar majd, és nem feladni fogja, hanem az icukanéni kedvéért majd meg fogja csinálni azokat a feladatokat, amiket kell.
Tehát, ha jól értem, akkor most az a divatos, vagy az elfogadott általános hozzáállás, hogy inkább az számít a szülőknek, hogy legyen matek szakos az iskola, vagy legyen két tannyelvű, vagy hogy milyen neves gimnáziumban lehet onnan például bekerülni, és ehelyett inkább a pedagógusokkal kellene ismerkedni, mondjuk az iskola vezetőséggel, és még mik az ezeknél fontosabb szempontok? Azt látom, hogy a szülők tényleg már hogy nem pánik szintjére kerülnek az iskola választással, és hogy ebben nagyon nagy csapda van. Ezt tényleg, ahogy elmondtam, örülök, hogy van választási lehetőség, de ez nem egy járható út, én azt gondolom, hosszú távon. És amikor jönnek azzal a szülők, hogy a gyermek szorong az iskolában, mert okoljuk az oktatási rendszert, amit azt gondolom, hogy van is alapunk okolni, de hogy amikor azzal jön, hogy túlterhelik a gyermeket, olyanokat várnak el, és a tanítónéni, és a düm-düm-düm, és aztán kiderül, hogy tulajdonképpen másfél év válogatás előzte meg, hogy ő abba az iskolába írassa a gyermekét, akkor azt gondolom, hogy a szorongás már az iskolaválasztás előtt másfél évvel elkezdődött a gyermekben. Tehát, hogy ezt néha valahogy szülőként elfelejtjük, hogy a lényeg a gyerek. A lényeg a gyerek. És a bizalom abba, hogy ha a gyermek választ, és tulajdonképpen olyan pedagógusok ülnek ott az első osztályban, akikre mondjuk nyugodt szívvel rábízom a gyermekemet, akkor teljesen mindegy, hogy annak az iskolának ilyen neve van, olyan neve van, ilyen statisztikával vagy olyan statisztikával rendelkezik, mert nem tudjuk, hogy milyen áron éri ezt el. A szülők attól rettegnek, hogy az ő tehetséges gyermekük, mert minden gyermek nagyon tehetséges, és a szülők ezt még inkább tehetségesnek látják a gyermeküket, és természetesen igazuk van, de hogy attól rettegnek, hogy ez a tehetség, ez elvész. És közben nem létezik elmúló tehetség. A tehetség az ott van a gyermekben, és valóban el tudjuk folytani, de pont azzal tudjuk elfolytani, hogy a stresszt rárakjuk a gyermekre, hogy a tanulás örömét vesszük el a gyerektől, és hogy tulajdonképpen nem a kitartásra neveljük a gyerekeket, és ez nem azt jelenti, hogy a poroszos módszer félreértés ne essék, véletlenül sem ezt szeretném erősíteni a szülőkben, és nem azt, hogy egy rossz választásban benne kell tartani a gyermeket, de igenis bízni kell abban, hogyha mi mindent megteszünk a gyermekünkért, a pedagógus mindent megtesz a gyermekért, akkor teljesen mindegy, hogy milyen iskolába, általános iskolába járt a gyermekünk. Nagyon sok fontos új dolog jön a gyerekek életében az iskolával. Számos dolgot fel lehetne sorolni, de talán a tanulás és a közösség az a két legfontosabb. Mennyire meghatározó az első év az iskolában abból a szempontból, hogy milyen lesz a kisgyereknek a hozzáállása a tanuláshoz majd a későbbiekben? Nagyon fontos. Nagyon fontos. És ezt már ott el tudjuk rontani, hogy mondjuk a nyári szünetben, az iskolakezdést megelőző nyári szünetben már leültetjük a gyermeket, és azt mondjuk, hogy gyere, van 45 perc, addig töltsünk ki 5 darab feladatlapot, mert lám-lám, majd az iskolában is ezt így kell. Nem ocorogj, ne ficánkolj, szépen fogd azt a ceruzát, na hát ezzel már elrontjuk és alássuk azt, hogy ő örömmel menjen, ne izguljon, rácsodálkozzon a dolgokra, új dolgokat tanuljon. Tehát, hogy az első osztály, az nagyon fontos. És a másik szempont, hogy gondolhatom én azt, hogy az iskola az nagyon jó lesz, vagy az a tanítónéni. De ki garantálja azt, hogy az a tanítónéni egy év múlva nem megy el babát szülni, egy év múlva nem dönt úgy, hogy másik iskolába megy. Tehát, hogy azért én azt gondolom, hogy ennél több lazaság kell a szülőknek, és ugyanez igaz az első osztályra. Picit lazábban álljunk neki ennek. Ez egy kaland, ez egy kihívás. És ha mi ezt közvetítjük a gyermek felé, akkor ő így fogja megélni a tanulást. És hogyha azt látjuk, hogy nehézségek vannak, akkor nem baj, leülünk, csináljuk. Két óbetűt rajzolsz te, három óbetűt rajzolok én. Hogy nagyjából én csinálom meg a házi feladatot? Hát én csinálom meg, de ő is csinálja. Látja, hogy segítek. És
fejlődni fog, és boldogság lesz neki, és amikor látja az örömet a szemünkben, hogy milyen szépen sikerült az az óbetű, akkor már nem is kell nekem hármat sem rajzolni, meg egyet sem, mert gyönyörű óbetűket fog, és örömét fogja lelni ebben. Az már feltételezi, hogy egy hozzáértő pedagógus van ott egy iskolában, hogy egy első osztályt odaadnak neki, vagy akár több első osztályt odaadnak neki. Így van, remélhetőleg. Nem állítom azt, hogy ez a nem esik át senki a szűrőn vagy a rostán, és ez egy hibátlan rendszer, de hogyha pedig azt látjuk, hogy az a pedagógus nem feltétlenül a mi elveink alapján áll az osztályhoz, még akkor is meg kell néznünk a gyermekünket, hogy de ő szereti-e? Lehet, hogy neki nincs vele baja. És az, hogy nekem személyesen ez vagy az nem tetszik, az az én dolgom. Azt érdemes akkor megvizsgálni, hogy lehet, hogy ez az én saját gyerekkoromból, az én saját frusztrációmból jön ez a fajta irreális elvárás. Fontos a közösség. Jól érzi magát az osztályban? Vannak barátai? Hát akkor mi a problémám? De ha azt látjuk, hogy sajnos nem megfelelő a pedagógus, sajnos az osztályközösség nem egy építő, megtartó, előrevívő, akkor pedig miért félünk? Van Magyarországon elég sok iskola. Budapesten meg aztán nagyon nagy választási lehetőségeink vannak. Akkor átvisszük egy másik iskolába. Azt is fontos megtanítani a gyermeknek, hogy egy rossz helyzetből, egy számára nehéz helyzetből, ha már mindent megtettünk, és nem tudunk ezen a helyzeten változtatni, akkor is van megoldás, és akkor is van egy másik lehetőség. Most már amellett ugye az iskolában is teljesíteni kell, rengeteg különböző délutáni szakkör és külön foglalkozás közül választhatnak a szülők és a gyerekek. Van, hogy ezt már óvodában elkezdik, de az iskola első évében érdemes már ezzel foglalkozni, vagy inkább meg kellene várni a második, harmadik osztályt? Én azt gondolom, hogy ez komoly önvizsgálatot igényel, hogy első osztályban milyen szakkörökre iratjuk a gyermekünket. Tehát kevés olyan szakkör tudnék mondani a mozgáson kívül, ami fontos, építő, fejlesztő a gyermek számára. Tehát az, hogy én külön angolra járassam őt, mert csak így látom garantálva az ő későbbi előrejutását, én azt gondolom, hogy nagy hiba. Tehát ő 8 órát ülnek a gyerekek az iskolában. Tehát ez épp olyan, hogy mi hazamegyünk a munkából, és valaki azt mondja nekünk, hogy rendben van, akkor most még menjünk el egy nyelvtanfolyamra, és utána még menjünk el egy számítógépes tanfolyamra is, mert ez fontos. Tehát hazaértünk, és leülünk, és veszünk 2 nagy levegőt, és nem akarunk semmivel se foglalkozni, csak a gyerekeinkkel szeretnék lenni, ők pedig velünk szeretnének lenni a 8 óra után. Nem vágyik arra, hogy ő még kiegészítő feladatsorokat töltsön ki. Tehát ebben igen-igen fontos, hogy a szülők nagyon magukban nézzenek, és azt belássák, hogy tényleg a legjobbat teszem én azzal a gyermekkel, hogyha már rögtön első osztályba szakkörökre iratom. Hogyha valami pedig érdekli, vagy szeretnél valamit kipróbálni, akkor úgyis szólni fog. Így jó van. Esetben. És azt látni fogom az örömét a szemében. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, és ellátta hasznos tanáccsal a szülőket. Remélem, hogy tudunk segíteni azoknak, akik kicsit rágörcsölnek és tartanak az iskola kezdéstől. Még egyszer köszönöm, és eredményes munkát kívánok. Köszönöm szépen. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet, újabb álláspont témákkal és vendégekkel ismét pénteken jelentkezünk majd. Viszontlátásra!